Hogy az ember miért kezd bort inni, az számos magyarázata lehet. Hiszen bort fogyasztani az egészen más kultúra, mint leülni, sörözni, hazafelé beugrani a kocsmába. A bor az egy komoly ital. A borhoz le kell ülni. A borral beszélgetni kell, barátokat kell hozni. Egy teljesen átszellemült dolog. Ízletesebb, zamatosabb ital, mint bármelyik más. És hát ízlelgetni, kóstolgatni illik. Nem lehúzni egyszerre, mint egy korsó sört, hanem megkeresni azokat a csodákat, amelyeket a föld, az éghajlat elrejtett ebben a nemes gyümölcsben. Én is egy kicsit idősebb koromban kezdtem el borokkal foglalkozni, hiszen amikor fiatalok voltunk, akkor sokkal egyszerűbb volt mondjuk egy felest bedobni, vagy egy sört. A bor az kicsikét más, oda kicsit meg kell öregedni. Amikor először találkoztam a borrendünkkel, amelyet meg később tagja lettem, akkor pontosan ez a cél vitt oda, megismerni azokat a szépségeket, amelyek egy borban rejtőzhetnek. Azt a terroárt, azt a területet, azt az ásványi anyagot, amelyiket felszív magában, amennyi vizet, amennyi napot kap. Nagyon sok borászat mondja, hogy ők a napfényt rejtik el a boraiban is, ezeket elő is lehet csalogatni egy borkóstoló kapcsán. Amikor találkoztam ezekkel, akkor rögtön rabul ejtett, és úgy gondoltam, hogy ezt egy kicsikét komolyabban is szeretném csinálni. Az első ilyen borkóstolókkal, amiket részt vettem, nagyon sok borász jött el és mesélt arról, hogy hogyan és miképpen készíti a boraikat. Nagyon érdekes és nagyon, nagyon szép dolgok ezek. Aztán rájöttem arra, hogy lehetne ezt egy kicsikét másképpen is csinálni. Ennek már idestóba 9 éve. Akkor még nem mint az ivó céken dolgoztunk, hanem akkor Bortula néven futottunk, és úgy gondoltam, hogy egy kicsikét meg lehet cifrázni ezt a műsort, vagy egy műsorrá lehetne avanzsáltatni ezeket a borkóstolókat. Mert lehet, hogy nem kíváncsiak elsősorban az emberek annyira arra, mint ugye a szakemberek, hogy melyik dűlőből születelték a szőlőt, hogy ezt lábbal taposták, vagy héjanáztatták, nehogy Isten sajtolták. Az sem esetlegesen, hogy miért kellett májusban megnövelni a zöld munkát, vagy mikor kellett nagyon gyorsan növényvédő szereket használni, hanem sokkal, de sokkal egyszerűbb is az élethez inkább közeli jelenségeket várnak el egy ilyen borkóstolótól. Aztán ugye eszembe jutott, hogy nézzük széllyel, hogy mi az, ami önmagában a borkultúra mellett megtalálható. Tehát nem elég csak fogyasztani a bort, a gasztrokultúrát kell felépíteni erre. Ebből adódóan természetszerűleg gondoltuk, hogy mivel a borivók 10 parancsolatában is benne van, hogy ne ígyunk bort éjgyomorra, menet közben azért nem szabad hagyni az emberkéket, hogy túligyák magukat, és esetlegesen a mámor bizonyos szintjére elérjenek. Éppen ezért, mivel hogy hidratál a bor, illetve minden alkoholos jellegű ital, ezért menet közben ezt pótolni kell, tehát dehidratálni kell, ezért valamiféle vízzel szoktok inni. Ha gyorsan iszunk, akkor kicsikét hamarabb érjük el azt a mámort, amelyet nem szeretnénk, éppen ezért nem árt, hogyha a szommelier, a pohárnok egy kicsit beszél is és húzza az időt. Ha már bort fogyasztunk, akkor nem árt valamit csipegetni is hozzá, hiszen étvágyat csinál a bor, illetve hát az abban rejlő alkohol. Ezért úgy gondoltam, hogy olyan borkorcsiákat készítek majd a borkóstolóinkhoz, amely kellőképpen harmonizál a borokkal, és ennek eléggé nagy sikere kezdett lenni. Aztán megfűszereztem egy kis történetekkel, egyrészt bortörténelmi ismereteket, tehát ez is nagyon fontos dolog. Egy kis anekdotákkal, híres emberekkel történt, mókással, vagy nagyon szép történetekkel. Nehogy Isten, egy kis irodalmi részlettel, egy-egy verssel, és már is készen állt egy 2,5 óra hosszás műsor, amelyben az érdeklődő nagyon sok mindent megtudhat a borról. Amikor különböző felméréseket nézünk meg a borfogyasztás vonatkozásában, akkor azt látjuk, hogy az emberek hihetetlenül keveset tudnak a borokról,
Éppen ezért a Magyarországon, hiszen azért ma is legyünk erre nagyon büszkék, a világ egyik legjobb bortermelő vidéke fekszik a Kárpát-medencében. A magyar borok a legzamatosabb, legtüzetesebb borok, és hát a legjobb minőségben találhatók itt. Borok is, nem kell szégyenkezni a nagy külföldi fajták mellett sem. Magyarországon mégsem kifejezetten alakult ki az a magas szintű borkultúra, ami mondjuk Nyugat-Európában vagy esetlegesen a tengeren túlon. Borlavagoknak, a borrendeknek nagyon nagy a felelőssége, hiszen meg kell ismertetni az emberekkel a bort, annak a kultúráját, és mi is ezt vállaltuk fel a borrendünkben. Egyrészt a mértékletes borfogyasztás, másrészt a kulturált borfogyasztás mellett, mivel Polisz borrend a nevünk, és hát ha valaki kisebb áthallásokat vél felfedezni a rendőrség irányába, akkor higgy el, a jó irányban megy, hiszen a tagjaink egyik része a rendőrség állományában dolgozik, illetőleg dolgozott, és éppen ezért emellett az ittas vezetés elkerülésében is nagyon-nagyon sok programot hajtottunk végre a közlekedés rendészettel karöltve. De visszatérve a magyarok borfogyasztási kultúrájára, ez a mai előadásban is utalok majd arra, hogy annyira keveset tudunk, és annyira más, vagy annyira ketté szakadt a magyar társadalom. Egyrészt a nagyon olcsó borok, a mennyiségi borfogyasztás, ami mindenféleképpen jellemző Magyarországra, és teljes mértékben kialakulni látszik egy viszonylag nagyon szűk réteg, amelyik a legmagasabb minőségű borokat fogyasztja. Bort fogyasztani minden nap lehet. Egyetlen egy mérce van, hogy tudjuk azt, hogy mennyi a mérték. Sokfajta vicces idézet lenne ide, erre most nem akarok kitérni, de azt el lehet mondani, közeledik az ősz, és nagyapáink azt mondták, hogy ha így október vége táján elkezdünk minden nap egy ilyen pohár vörösbort meginni, akkor higgyék el, hogy egész télen nem lesznek náthások. Ezt ki lehet próbálni. Egy gyönyörű vacsora mellé egy szép bort elfogyasztani egy hatalmas élmény. Azért is, mert a vacsora íze, vagy az étel íze, az felerősödik egy pohárbor fogyasztása mellett, és hát természetszerűleg a hozzá nagyon jól kiválasztott és harmonizáló étel visszahat a borra is, és a borokban is olyan mélyen rejlő illatokat, zamatokat, bukét tud elővarázsolni, amit máskor vagy máshogyan nem tudnánk elérni. Én úgy gondolom, hogy ma mind a borrendeknek, mind a borászatokkal foglalkozok, és hadd beszéljek kicsit haza, az ivó céhünk is, amely egyfajta klubmozdalomként indult. Az a küldetésünk, hogy a magyar emberekkel megismertessük a borokat, megismertessük azokat az irányvonalakat, amelyeket ma a kultúrát borfogyasztással el lehet érni, és hát csináljunk egy kis piacot a magyar boroknak, mert a magyar borokat nem kezelik helyén Magyarországon. Az IVOC a borkóstolókat, borturákat szervez a Kárpát-medencei borászatokhoz. Olyan különleges borkóstolókat is tartunk, amely valamiféle tematizált rendszerben működik. Mondok néhány példát, reneszánsz borvacsorákhoz szervezünk borkóstolókat, Valentin napra szerelmeseknek nagyon kedves és szép műsorral gazdagított borkóstolók vannak. Ivó napra szoktunk, mivel a védőszentünk Szent Ivó, speciális borkóstolókat tartunk, de például a karácsonyi ételek mellé, a hagyományos magyaros karácsonyi ételek mellé ajánlunk ki különféle borokat, amelyeket jó szívvel küldünk a karácsonyozókhoz, és hát természetszerűleg várjuk minden kedves nézőt, érdeklődjenek nálunk az ivoc.hu-n, illetőleg a Facebookon az IVOC oldalán, ott megtalálnak bennünket. Köszönjük szépen!